Szervusztok lányok, fiúk, folytatódik a Lotus 3 The Ultimate Challenge játék bemutatása. Már annyit beszéltem a játékról és az irányításról még semmit. Lehet joystickkal is, meg egérrel is irányítani, ha valaki arra vágyik, de szerintem célszerűbb a billentyűzet. A sebességváltás. Ide az Accelerate-hez érdemes a felfelé mutató nyilat betenni. Mert ugye azzal gyorsítunk, és van fék is a játékban. Használjuk. És mivel két játékos van, a másik játékosnak is célszerű beállítani az ő irányítását. Lehetőleg ne ugyanazokat a gombokat azért. Mint említettem már, van üzemanyag szint a játékban, tehát hogyha kb. A fele alá csökken az üzemanyag szinter, akkor érdemes leállni és tankolni egy keveset. Érdekes, mondjuk egy fia benzinkút nincs ott. Gondolom egyből a földből szivattyúzza ki az olajat ez a kocsi. Vagy hát úgy egyszerűen csak odaszólítja az olajat, mint Aladdin a dzsinnyét, de ez részletkérdés. Az a lényeg, hogy sose felejtsünk el tankolni, mert máskülönben kifogy az üzemanyag és garantált vereség. De ez itt már a jó kis esős pálya. Ez viszont nagyon szépen meg van csinálva. Mutatok majd ellenpéldát is, de ez az esős pálya, ez nagyon tetszetős például. Tényleg jól esik az eső. Az úttest halványabb a körülöttünk lévő földhöz képest, ez is jó. És tényleg a jó kis félhomályos, mint egy rendes borús esős időben. Hát nem könnyű ez a pálya. Veszedelmes kanyarok vannak itt, meg kell hagyni. Azaz. Aztán van autósztrádás pálya is. Mint minden normális autósztrádán, itt is egy osztott pályás úttest van. Úgyhogy ha akarjuk, akkor használhatjuk nyugodtan a bal úttestet is. Itt egy darab versenykocsi nincsen, viszont jönnek szembe ezek a fehér színű Ferrarik, vagy én nem tudom, ezek a fehér színű autók. Időnként tanácsos visszatérni ide a jobb oldalra. Attól függ már, hogy hol lehet normálisan haladni. Hát a füves elválasztósával ne haladjunk. Meg ugye az a veszély, hogy ezek jönnek szembe. Szerintem ez ugyanez a kocsi. Itt a bizonyíték a hajlított térre. Ugyanaz a kocsi jön velem szembe, csak más sávokon. Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy azon az úttesten megyünk, amelyiken akarunk. Csak hát számoljunk azzal, hogyha nekünk jön az a fehér kocsi, akkor alapvetően lelassulunk, hogy úgy mondjam. Természetesen az autót nem lehet összetörni. Mindenki nagy örömére, illetve bánatára. Ez nem a Destruction Derby. Itt nem lehet az autókat összetörni, se az ellenfél nem tudja a magáit összetörni, se én nem tudom a magamét. Ez bizonyos fokig könnyítés a játékban, mert szerintem már vagy 50-szer a roncstelepre vihettük volna ezt a Lotust. És akadályként még itt vannak ezek a jó kis kamionok is, amiket szintén nem lehet összetörni. Meg persze az alagutak, de hát azok sok pályán előfordulnak éppenséggel. Na, lássuk a következőt, az útépítésest. Sokak szerint ez eléggé nehéz. Nem csak sokak szerint, én szerintem is. Úgyhogy csatlakozom hozzájuk, főleg ilyen, hogy mondjam, turbósított nehézségi fokozatba. Tele van földhányással, meg elterelő táblákkal az út, meg ilyen fűrészbakokkal. Gyakran csak egyetlen egy sávot használhatunk. És a játék néha van a jópofa, hogy oda tesz be az egy sávnak a végére egy földhányást, és lelassulsz, nem tudom, 100 km per órára. A kedvenc pályám az az idegen bolygós, hát legalábbis szerintem az. Rámegyünk a Saturnusra, és akkor ezen a különleges pályán leszünk. Hát így valamelyest a földre emlékeztet engem, nem tudom, nem annyira idegen világ ez. Mondjuk úgy inkább, hogy autóversenyvilág, mert itt az úttest az teljes egészében ilyen kockás rajtzászlóról lett mintázva. De maradjunk meg annál, hogy ez egy idegen bolygós pálya. Végülis miért ne lehetne az? Ezen az idegen bolygós pályán szintén vannak alagutak, és vannak ezek a, nem tudom, lézerágyúk, vagy fézerágyúk, vagy nem tudom, plazmaágyúk, amik ilyen erőteret, vagy lézersugarat, fénysugarat lőnek. És van turbózóna is! Ha rámegyünk, akkor úgy felbikásodik a Lotus, akár 100 km per órával is fölgyorsul, függetlenül attól, hogy mennyi a max sebessége. Ilyen más pár nem igen van,
Hát ez egészen különleges, ez az idegen bolygós pálya. Igen, nem csak, hogy amilyen előnyt a turbózónak biztosítani tud neked, ugyanazt az előnyt el is tudod veszíteni ezeknél a fénysugár lövőkéknél. Nem tudom, ezek mik. Ilyen fénykapuk. Hogyha eltalál egy ilyen, akkor lelassulsz. De kegyetlenül. Az előbb áttettem a beállítást PC-s hangszóróra, úgy szólt a zene. Nem rossz. De sejtitek, hogy ez nem elegendő. Hallgassuk meg most a hangkártyás hangokat a játékba. Kikapcsoljuk a zenét, nézzük, hogy milyen digitális hangeffektusok kerülnek itt elő. Eddig jó. Tovább. Nem mondod, mi ez a macska nyávogás? Wow, wow, wow. És ez a sípolás is. Drágám, kész a tea! És ezek a hangkártyás hangok. Lehet, hogy csak nekem van szar hangkártyám. Nem tudom. És amikor rálépek a turbozónára, akkor is. Ez valami orbitálisan szar. Ezek a hangok. Ahogy viszem az alagútnak a falát is. Hát szerintem nem így hangzik, hogyha egy alagút falát végigkaristolja egy kocsi. Jézusom. Hát a hangok egy cseppet nem szépek. Mit finomkodjak? Szarok! És ez a gyönyörű háttér is, ahogy meg van csinálva. Középen egy vonalban, ott egész szép. Aztán alatta meg, nem tudom, mint találomra kiválasztottak egy színt, és akkor azzal nem végighúzták az egészet. Főleg itt szembetűnő, meg néhány másik pályán. Miért nem írták már akkor rá, hogy stb. Aha, hogyha az eget és a háttér középső részét meg tudták szépen csinálni, akkor az alját miért nem? Akadémikus kérdés. De nézzük meg az erdős pályát. Ehhez még úgy illik is a sötétzöld háttér. Úgyhogy ott igazából egyáltalán nem csúnya. Jó, eseménydús. Fák vannak itt meg, főleg sziklák az úttesten, úgyhogy azokat kerülgetni fogjuk keményen. Vannak pocsolyák is, azokba belemeltünk gond nélkül. Jó, kanyargós az út. És vannak fatörzsek is, amikre, hogyha rámegyünk jó nagy sebességgel, akkor ugratunk. Zéj! Ez időnként még előnyt is jelenthet számunkra. Egész jó ez az erdős pálya. Ha nem lenne rajta ennyi hülye szikla, hát mondjuk mit panaszkodok, én állítottam be. De hát akkor is. A legidegesítőbb helyekre tudja tenni a sziklákat. Áj! Hülye kő! Na, mindegy, még lesz egy befejező videó az értékeléssel, azt is nézzétek ám meg, mert az is jó lesz.